Könnyed győzelemmel, magabiztos győzelemmel kezdtétek a szezont, de hát azonnal jön a második mérkőzés a Budaörs ellen. Mire számítotok ezen a találkozón? Minden meccs ez fontos, az magyar bajnokság az legjobb bajnokság Európában. Gondolom minden meccs az nehéz meccs, játsz idegenbe, Budaörs az jó csapat, van két-három az rutin játékos, az Hornyák, Pálos, Zsigmond, biztos az jó csapat. Ma mi van mi út? Az kell minden meccs 100%-ig játsz, az lányok, az van sok új munka, új dolgoz, minden meccs kell profitálni, gyakorolni, jobb játszni, jobb tanulni, minden meccs az kell profitálni, nem csak nyerni, tanulni valamit tebe, mit mi akar. Mi az, amit szeretnétek megtanulni majd a Budaörs elleni meccsen, ha lehet ilyet mondani? Mondom, minden meccs az más. Bajnokság az hosszú játsz, az május az vége. Champions League kezdett október, az kell új figura, támadás, kell gyakorolni, kell tanulni. Ugyanaz az új szisztéma védelem, az nem tudom, az első meccs, mikor 3-2-1 játsz Székesfehérvár ellenfél, az ugyanaz mi akarni, az Gábor Sén akarni, te agresszív védelem játsz, minden kell próbázni, csinálj jobb, mit mi akar. Néhány hete, néhány hónapja már itt vagy a csapat mellett. Hogy érzed magad, mennyire sikerült beilleszkedni az Audi Etóhoz? Az profi csapat itt lesz, az nagyon jó, nagyon minden funkcionál, van csárnok, van minden, mit kell, csapat az magas nivó, minőségi játékos, sok minőségi játékos, az sajnos az két-három játékos, az sérült, az Nora Morke, Tomori, ugyanaz az Bál Szélső, Puhalek, szeretem az következő hónap, az október, november lesz komplet csapat, biztos lesz még sok jobb.